Közélet, kultúra, megemlékezés és vigalom, koncertbeszámoló és újabb programok a jövő hétre. Mindez az eheti Pilisi szemlében, a tartalomból röviden. Megemlékezés az előzetés emléknapja alkalmából. Megtartották a Kerekhegyi csatorna projekt záró rendezvényét. Hagyományos sváb disznóvágás Pilis Csabán. Tavricsevszki Blagoveszt, krími kórus vendégszereplése Solymáron. Természetesen híreket is mondunk, és fontos információkhoz juthatnak. Tartsanak velünk! Itt van ugye az újabb kortárs, picivel fiatalabb, mint ők, ugye Bolyai 1860-ban halt meg, Széchenyi 1860-ban halt meg, írják is a könyvet, hogy az a közös bennük, hogy Bolyai is bolond volt, Széchenyi is bolond volt. Egyik idegbeteg volt, a másik viszont idegbeteg volt. Most erről rengeteg tanulmány jelent meg. Én vagyok azon disznók egyik, aki azt mondom, hogy ebben szó nem igaz. Se az egyik nem volt idegbeteg, se a másik, semmilyen idegbetegsége nem volt sem Bolyainak, sem Széchenyinek. De mind a kettő beteg volt. Mi volt a bajuk? Nem írják le a szakkönyvek, mert senki nem néz utána. Upeárnyi. Miszkinyen osztályába járunk a Wittmann iskola központba háromszor egy héten a szabadidőmbe. Charlie Gordonnak hívnak, és 32 éves vagyok. Támogatási rendszerből. A pénzügyi bizottságon ugye számoltunk, osztottuk, szoroztunk. Valóban 10 millió forinttal támogatjuk a szolgálatot, de ehhez körülbelül 8,7 milliót ad az állam. Most ha 10%-kal megemelnénk, akkor 2,3 millió lenne a támogatási részünk, de számoltunk mi 5%-ot, mint lehetőséget. Végül is a nagy számolásnak az lett az eredménye, illetve az a javaslatunk, hogy a költségvetés első fordulójánál térjünk vissza erre a dologra, miután látjuk az állami támogatás mértékét. Tovább sikerült folytatnunk a frösgépeknek a beszerzését, illetve a vegyes üzemnek a felújítását, a szociális blokk kialakítását, elkezdtük az oktatási épületünknek a külső felújítását is, és 2013 év nagy beruházása a nagygépes főcsarnok mögött.